a Matiné a Jazz Musicon, akik ma is vetítenek, Sári Évi és Valent Laci. Így is van, itt ülünk már a stúdióban, úgyhogy sok szeretettel köszönjük mindenkinek. Ez itt a Matiné. A hét utolsó matinéja. Igen. Mert péntek van. Most valamilyen szinten végre, meg valamilyen szinten nem. A végre az azért, mert végre péntek van, de ugye elmatinéznek még itt néhány hónapot. Hát, na látjuk, nézd már, Dendit, milyen jól érzi magát a matinéban. Mondd már, meg kaptál visszajelzéseket, hogy jó? Anyukám is felhívott. Tényleg? Mondta, egy kisfiam, az a bársonyos hangos rájt, ezt meg akarom ismerni. Na jó van, azért nem kell ennyire, kérlek szépen. Mit mondott anyukád? Mondd meg nyugodtan. Ki ez a károgó barom? Ja nem. Tőlem ezt kérdezgetik. Tényleg? Tetszik neki. Na akkor jó lenne, hogyha bemutatnál a barátaidnak, hiszen ma érkezik egy barátod ide hozzá. Igen, be is mutatlak majd téged, pontosabban titeket neki. Hát ő Hargitai Bea. Igen, ő lesz. Érkeztek a kérések, hogy hamarabb jöjjön, mint 2 óra, nem tud. Tegnap láttam a tévébe. Mit csinált? Már megint nyaralt, mi történt? Nyaralt, igen, Mexikóban. Igen. Mexikóban most jött haza egyébként. Ennyire nem láttam, csak egy pillanatra, hogy és ő az, és akkor így mondták nekem, hogy ő lesz az, aki majd ide jön. Mert amúgy nem tudom, hogy ki jön, de majd megtudom. Majd most ma megtudom, meg, hogy óriás tüdő lesz, ott is óriás tüdő lesz 100%, mert én ezt természetesen szóvá is fogom tenni majd. Hát én ennél biztos voltam. És nem készítettem fel semmire őt, úgyhogy... Igen, megsértődik szerinted? Nem, szerintem nem fog. Jó, hát gyerekek, újra matinézgatunk, és ez egy egészen rendhagyó adás lesz, hiszen egészen új dolgokkal fogunk majd titeket megismertetni. Éva készült egy komoly kis horoszkóppal, én készültem egy másik meglepetéssel, Dendi meg folyton meglepetéseket készülődik. Úgyhogy én azt gondolom, hadd menjen a zene, ami nem más. Mind a május 19-i flirt Szatosi warm-up, amit én követtem el. Jó kezdődik. Matiné, a délutáni vetítés hétfőtől péntekig déltől 3-ig a jazzmusic.fm-en. Jazz Music bemutatja Matiné, a délutáni vetítés. Bizony, ez még mindig a délutáni vetítés, gyerekek, és a műsorunk tartalmát szeretnénk veletek közölni, hiszen ez a pénteki műsor a hét utolsó műsora, egy egészen picikét rendhagyó lesz, mert hát én úgy gondolom, hogy mindenki... Mi rendet teszünk itt a stúdióban, vagy mi? Hát nem, mert volt itt, kérlek, már itt volt a takarító, megismerkedtem vele, kérlek szépen, egy langalita, nagyon jó kiállású belvárosi huligán, és igazándiból, igen, egy nagyon-nagyon tök jó fej, tehát én biztos vagyok benne, hogy az ő lakásában nagyon nagy rend van, de térjünk vissza a műsor tartalmához, hiszen mai vendégünk nem más, mint Hargitai Bea, akivel fogunk beszélgetni majd. Letettem a pénisz titkokról, na. Miért? Nem más tudom. Jó, arról is akarok beszélni vele, de vannak egyéb kérdéseim is. Jó, Éva, ja, nem mondtad? Utána néztél. Nem. Mondjuk azért el a hallgatóknak, hogy ki ő, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Hát, hogy... aki szereti a pornó oldalakra, az már biztos találkozott vele legalább egyszer. Hey, stop! Tehát jó, bocsáss, mi nem pornó oldalakat, akkor a Playboy, ahol cicis csajok vannak. És a pornó között azt hiszem, hogy van egy elég nagy. Jó van, Éva, igazad van, mert vigyázni kell. Az a lényege, hogy egy kicsikét ellensúlyozza itt a dolgokat. Figyelj, az van, kérlek szépen, hogy vigyáznom kell, hogy mit mondok. Az utóbbi időben ugyebár ilyen kósza hírek röppentek fel minden felé, tehát vigyázni kell, mit mondunk. Hát tehát nem pornó, bocsáss, hát nem pornó, hanem olyan oldalakat, ahol Playmate, Playboy lányok ciciben láthatóak. Igen, egyébként ő volt a legfiatalabb magyar Playmate. Tehát igen, tudom, volt, azt hiszem 17 éves volt, igen. Ezután is utána néztem, bocsáss meg. Az apukája salakmotorozott, jó? Tényleg? Igen. Én még tudok az apukájáról egy-két dolgot, de ezt nem mondom. Én például azt is tudom, hogy nagyon sokat alkoholizálnak, az pornó. Ja, pornó, érted? Most akkor mégse. Jaj, gyerekek, nem látjátok Dendit, de oda fogjuk küldeni a kamera elé, mert volt fodrásznál, a tolla le van dobva, kikészítette magát a hétvégi flörtre. Megkaptam, kösz. De jó, a program mára. Igen. Ma az Éva világa is rendhagyó lesz, ugyanis nem egy újabb témával készültünk nektek, hanem
szex horoszkóppal, tehát mindenki, aki kíváncsi arra, hogy mi minden történhet vele a csillagok állása szerint a hétvégén, az írja meg, hogy milyen jegyben született, és én már is olvasom az ő szexuális horoszkópját. A nyilasoknak csak annyit előjáróban, én is az vagyok, ma is botozni fog mindenki. Sziasztok! A Just Music-on most Sári Évi, Valent Laci és Dandy. Jazz Musicon most Sári Évi, Valent Laci és Dandy. 20 perc múlva lesz egy óra, ez továbbra is a matiné, és itt a bolygó közi állapotok között az univerzumon, ahol mi közös levegőt szívunk és örülünk egymásnak. Dandy, ez annyira szemét ez a rohadt bolygó közi. Az semmi, amúgy tudjátok, hogy ma lesz teli hold? Ja, hát én már nálam már tegnap teli hold volt. Remélem érzitek. Én nagyon érzem. Az az igazság, hogy én már tegnap éreztem a teli hold hatását, kérlek szépen, Dandykém, mert este a kedvesemmel a te klasszik szettedet hallgattuk, és bazeg, bocsánat, ránk üldöztél. Igen, mi volt? Ránk üldözött Dandy a klasszik szettet. És kisfiú lesz, vagy kislány? Hát azt nem tudom még, nem lesz egyik sem. Engem hívtak ilyen 11 óra körül, nem teljesen józanon. Jó van, kicsi falkóval ültünk a babarban. Hát, hogyha a női vokálat, akkor lehet lánya, férfi, akkor fiú, de egyébként nem most tudom, akkor... Nem tudom, de... Utazzunk a súlytalanságban. Az Éva világában a horoszkóp, hát láttam, hogy nagyon feltüzelt titeket ez a téma, és akkor megyünk sorba szépen. Hát legelőször a mérleget és az ikreket kértétek, úgyhogy én betartom természetesen a sorrendet, ezeket mondom. Tehát a mérlegek, figyeljenek nagyon. A napokban rá kell jönnöd arra, hogy kedvesed nem csak azért van a világon, hogy a te vágyaidat beteljesítse. Azt szeretnéd, ha pont úgy viselkedne, ahogyan azt te igényeled. Ez a szexben is megjelenhet, hiszen megtörténhet, hogy utasításokat osztogat ezt nekünk. Ezt nem hiszem el, Éva, hogy tényleg ez van. Ez most komolyan, mert én nem olvasod. De tegnap ez volt. Figyelj, akkor Adrien, figyelj arra, hogy ne bíráld meg kedvesed a szexben nyújtott teljesítményét. Mert én nagyon nagy voltam tegnap. Ez teljesen aláshatja a kapcsolatotokat. Igen, én tegnap kérdésében évek óta nem voltam ennyire elszabadult, és ő azt hitte, hogy rosszul vagyok. Jó, úgyhogy ennyi. Na most figyeljenek az ikrek. Figyelek. Az van? Ja, tényleg, de hülye vagyok. Az aztán persze, úristen, nagyon durva lehetsz akkor. Gáz vagyok. Na, jó. Nagyon fontos neked a napokban, hogy elegendő szexet kapj a partnerettől. Érzéki hangulatba kerülsz, és arra is igényed lehet, hogy napi szinten is megélhetsz az erotikus oldaladat. Ha ez valamiért nem teljesül be, akkor csalódottá válhatsz, s feszülté. Próbálj meg ráhangolódni szerelmi partneredre, így sokkal könnyebben találhatjátok meg egymáshoz az utat. Az az igazság, hogy meg kell élned a nap óráiban a szerelmi kalandokat, menj ki a vízszíre és botozz egyet. Én csak ezt tudom mondani. A bot a lényeg, fiúk. A botozás. Persze. Na, most tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza a további horoszkópokkal. És Dandynek nagyon jó az egy amúgy. Jó, meg nem sokára jön. Fórumon. Bea is. Sziasztok. Justmusic.fm. A világ legjobb DJ. Éjjel nappal.